Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A nemzeti, a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvényt 2012 tavaszán fogadta az országgyűlés. A törvény kimondja, a nemzeti értékek megóvandó értékek, azok azonosításában, rendszerezésében, adataik nyilvántartásba vételében és folyamatos frissítésében, gondozásában a megyei önkormányzatok közreműködése elengedhetetlen. Fejér megye önkormányzata az elsők között alakította meg a Fejér megyei Értéktár Bizottságot, és nemrégiben kaptunk egy levelet, illetve közkincsé tették, hogy a Fejér megyei Értéktár Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és a Csak még egyszer előre háborús filmdráma játékfilmet a Fejér megyei Értéktárba felvette. A bizottság felkérte elnökét Balogh Gábort, hogy a döntésről a Hungarikum Bizottságot, a javaslattevőt, valamint a helyi értéktár bizottságot is értesítse. Most ezt a levelet tartottam a kezemben, és ha már Balogh Gábor nevét említettem, a bizottság elnökét, ő úgy fogalmazott a megalakuláskor, hogy a jövőnk kifürkészhetetlen, a múltunk ismerete elengedhetetlen, a jelenünk pedig maga az élet. Nos, tehát nagy megtiszteltetés érte a Csak még egyszer előre film készítőit, vendégem pedig Burján Zsigmond, a rendező. Tisztelettel köszöntelek, szervusz! Szervusz, és én is tisztelettel köszöntöm a nézőket. Ezúton is gratulálok, és mielőtt a filmről, az elkészítés folyamatáról beszélgetnénk, nézzünk meg egy előzetest. Egy alkalommal fenséges hadtestparancsnok urunk József főherceg a következő kérdést vetette fel. Honnan vehette a 17-es ezred az ember felettihez az emberi erőt? Honnan meríthette halhatatlan hősiességét, a szívet és akaratot? Én, Márkos Falvi Sipos Gyula, ma már nyugállományú altábornagy és trafikos, a 17. ezred parancsnoka voltam 1915. májusától kezdve 1918. november végéig. Ezen idő alatt részt vettem a székesfehérvári 17. honvéd gyalogezred minden örömében és szomorúságában. Magamat érzem leghivatottabbnak ezen kérdésre megfelelni. Érzésem mindjárt parancsnokságom első napjaiban kialakult. Azóta az csak mindig erősebb lett, de soha nem ingadozott, és így az ma megdönthetetlen meggyőződésemmé vált. Annak nyugodt lelkiismerettel adhatok és óhajtok ez alkalommal kifejezést adni. Thank you.
Nos, hát áldott emlékű barátunkat, Matos Györgyöt láttuk az idős Sipos Gyula a parancsnok szerepében 1958-ban, akinél hitelesebben senki nem mondhatta a szállóigét, hogy légy sziklaszirált, tántoríthatatlan és soha nem csüggedő, mint egy 17-es. Nagyon sokat beszélgettünk már erről a filmről, és hát most is ezt tesszük, egy kicsit megidézzük azt a gondolatot, ami életre hívta ezt, de először is gratulálok, és hogy fogadtad ezt a hírt? Hát elszorult torokkal fogadtam, mert ez egy nagyon nagy megtiszteltetés. És köszönetet kell, hogy mondjak Balogh Gábornak és Balsai Istvánnak, hiszen Balsai István is nagyon sokat segített ezen, ő volt tulajdonképpen az egyik beterjesztője annak, hogy ez a film a megyei értéktárba bekerülhessen. Azt gondolom, hogy így hallva Matos Gyuri bácsit, hát csak azt tudom neki üzenni, hogy jó úton halad most már ez a film, jó helyre került, és megérte az a nagyon nagy munka. A Magyar Királyi 17-es Honvéd gyalogezred a miénk, Székesfehérvári, ha úgy tetszik. Beszéljünk az indítatásról. Amikor ugye számtalan dokumentumfilmben, magyar televíziós korodban és a Fehérvár televízióban is részt vettél, ugyanakkor méltatlanul elfeledett volt. Azt tudtuk, hogy esztendőről esztendőre a 17-esnél, tehát az Icsi-ligetben ott megállunk, egy ünnepség van, egy méltó megemlékezés, de az, hogy film készüljön belőle, az mostanáig nem ötlött fel, tehát 2016-ról beszélünk, ugye, amikor a film elkészült. Honnét jött a gondolat neked? Mi volt az indítatásod? Drága Siklósi Gyulának köszönhetem ezt is. Ugye elkészült egy a város története bemutató trilógia, annak most már elkészült a negyedik része, ugye a Fehérvári múlt című sorozat, amit a Gyula indítatásából keletkezett. És egy dokumentumfilmmel kezdtük, és ugye aztán egy sorozat lett belőle, és a harmadik részben eljutottam Fehérvár történelmének ugye ahhoz a szakaszához, ahol beszélni kellett a nagy háborúról, a két háború közötti időszakról, és egészen a rendszerváltás időszakáig szólt a harmadik rész. És ugye abban, hogy a nagy háborúról szólván, hát kiről kellett, hogy beszéljek, fölkértem a Nagyháborút Kutató Alapítványt, és Rózsafi Jánossal készítettem egy interjút. Előtte megbeszéltük, hogy itt tulajdonképpen a Fehérvár esetében a nagyháborúról a 17-eseket kell, hogy kiemeljük, hiszen volt három alakulata is a városnak. Ugye voltak a huszárok, akiket viszont elhelyeztek innen, volt a Hindenburg 69-es gyalogezred, de annak az egész tisztikara a Kaiserunkönig szellemisége volt, tehát német osztrák tisztikara volt, és nem nagyon tudtak, vagy nem is nagyon akartak a városnak a vezetésével, a városnak az életébe úgy belefolyni, viszont a Magyar Királyi Székesfehérvári 17-es Honvéd gyalogezrednek a tisztikara is, és a legénysége is teljes egészében magyarokból állt, és ezért lett tulajdonképpen a Fehérvárnak a háziezrede. Ugye elkészült ez a sorozat, és azt még nagyon sok helyen elmondtam, hogy a kisgyerekkoromban nagyapámat az oroszlános szoborhoz nagy sokszor elvitt, és mindig büszkén mondta, hogy velük együtt harcolt. Hát ő úgy harcolt velük együtt a 17-esekkel, hogy a Monarchia 7. hadtestének a 22. gyalogos hadosztályában volt a budapesti 1-es, nagyváradi, debreceni 3-as, nagyváradi 4-es és a fehérvári 17-es gyalogezred beosztva, és így harcoltak ők együtt. És ez a két dolog annyira összevágott, hogy újra beszéltünk ugye a 17-eseknek, főleg a Rózsafi János az észak-itáliai harcait emelte ki, volt a 17-eseknek másfele is harca, de a legfontosabb az ezred történelmében azok az isonzói ütközetek voltak, és egyszerűen arra gondoltam, hogy ezt már, először arra gondoltam, hogy akkor erről egy dokumentumfilmet kéne készíteni, és aztán azt éreztem, hogy ez szűk keret a dokumentumfilm hozzá. A város Cserpalkovics András polgármester úr adott egy meglehetősen
jóval nagyobb támogatás, mint a dokumentumfilmekhez, és akkor kezdtem ezt így csinálni, hogy félig dokumentumfilm, félig valami, ami úgy vissza is visz a múltba, és egyszer csak elkezdtem írni a forgatókönyvet, és onnantól kezdve már szó nem volt arról, hogy ez dokumentum. Tehát így alakult ki ez a háborús dráma fordulatokkal teli történet, ami mélységeket takar, hiszen ne feledjük, egyik oldalról a fiatal és idős Sipos Gyula életrajza alapján készült, a másik oldalról pedig fikcióként, de egy idős és két fiatal katona megpróbáltatásait ábrázolod. Mi volt, ez volt az alapja a forgatókönyvnek? Az első jelenet az, ami a filmben van, 1958-ban vagyunk, és az idős Sipos Gyula hallgat a rádióban egy betétet, hogy le kéne rombolni, ugye 56 után tartunk, és hogy le kéne most már végleg rombolni az első világháborús emlékműveket. Hozzáteszem egyébként, az 50-es években valóban például a budapesti egyes számú honvéd gyalogezrednek lerombolták az emlékművét. És az adta meg az alapot, és onnantól kezdve sokat foglalkoztam én Sipos Gyulának is az élettörténetével, de azt gondoltam, hogy az önmagában kevés, és akkor valahogy ez a két fiatal, meg egy idősebb katona, ráadásul az idősebbnek felesége van otthon, búcsúzik el, ez adta meg aztán az egésznek a úgymond a dramaturgiáját. Egyéb iránt ez bárhol, bármikor előfordulhatott, és azt, hogy a megkapja a feleség a férjének a halálhírét, az pedig több százezer magyar otthonban ez el is fordult. Általában azt mondják, hogy ha csak nem üt be valamiféle krak, akkor a legfontosabb, hogy a forgatókönyv elkészüljön, és olyan forgatókönyv készüljön, amit meg is lehet filmesíteni. Most ilyen bizonyos értelemben könnyű dolgod volt, hiszen a forgatókönyvet is te magad írtad. Tisztában voltál azokkal a nehézségekkel, ami egy háborús forgatókönyv megírását és majd a későbbi forgatását jelenti? Nem. Hú. Abszolút nem voltam tisztában vele. Ez nem látszik a filmen, teszem hozzá. Köszönöm szépen. Voltak olyan helyzetek, amikor visszagondolva, hogyha itt tisztában lettem volna vele, hogy ez mivel jár, akkor nem biztos, hogy őszintén megmondom, nem biztos, hogy neki vágtam volna. Szóval én nem is tudom. Tehát nem tudtam, hogy ezt nem lehet megcsinálni, és aztán így megcsináltam. Igen, hiszen aki látta a filmet, az megtapasztalhatta, hogy nagyon is valóságosak a harci jelenetek, és pontosan ezért kérdezem, hogy nyilvánvaló volt, hogy Matus Gyuri abszolút alkalmas az idős Sipos Gyula szerepére, a fiatal Sipos Gyulát is megtalálta Tűzkő Sándor személyében, viszont a katonák, akik viszik az egészet, hiszen ne feledjük, hogy az észak-itálai hadjáratról van szó, a magyar részvétel legfontosabb hadjáratáról, hiszen Isonzóról, stb. Mindenki tud mindent. Tehát ezt kellett hitelessé tenni. Ennek tükrében hogy választottad ki a szereplőket? Hát a Jóisten segítségével választottam ki a szereplőket. Én egy szereplőt tudtam, Szabó Miklós Bencét, hogy ő benne kell, hogy legyen, és azt a karaktert, amit írtam a forgatókönyvbe, hogy ez egy ilyen hőböngő, hőzölgő, úgymond ilyen, úgy is van megnevezve a forgatókönyv, a paraszt fiú, ő volt fix, és a Balogh Misi, ő a partnere, ő szintén fix volt, na, hogy aztán, hogy ki legyen a házaspár, abban Monori Márk adott segítséget, mert ő ismerte Barbé Gábort és Pannit, aki szerintem csodálatos alakít. Szigeti Annáról beszélünk. Annáról beszélünk. Köszönöm, hogy nekem csak Panni. Hogy nagyon jó karaktereket sikerült összeszedni. Az úgy volt, hogy elmentünk valahová, és akkor azt mondtam, hogy játsszák el nekem ezt a búcsúzó jelenetet, mármint a Barbé Gábor és a Panni. És nem adtam semmiféle instrukciót, nem mondtam, hogy ez hogy lesz, mint lesz. Ők ezt kidolgozták, eljátszották, és elhittem. Elhittem nekik.
csak hogy tudják a nézők is, tehát Szabó Miklós Bence és Balogh Misi a Szabad Színház művészei, Barbé Gáborék pedig a másik. Igen. No, nagyon-nagyon fontos, hogy ment a munka, hiszen azt tudjuk, hogy ehhez a hitelességhez mindenkinek kell egy olyan övezet, ha úgy tetszik, ami hasonlít valamelyest az eredeti helyszínekre. A helyszínek kiválasztása pedig nyilván egy nagyon komoly feladat volt. Igen, szerencsénk volt, hogy eleve ki tudtunk menni a Nagyháborút Kutató Alapítvány kutatóival, dr. Stenzinger Norberttel, Pintér Tamással és Rózsafi Jánossal, ki az Isonzó, a Doberdói fensíkre, és egy négy napot töltöttünk el, és körbejártuk magát a halsztereket. Hozzáteszem, hogy az akkor, amit láttunk, az nem úgy nézett ki, mint a nagy háború idején, hiszen ma már benőtték a fák, tehát nem lett a kopár hegyeket, szinte nem lett kopár fensíkokat látni, de a háborús cselekmény alatt viszont minden sík kopár volt, hiszen kivágták a fákat, egyrészt fedezéket építettek belőle, eltüzelték, másrészt azért is, mert hogy a géppuska tüzet egy sűrű erdőn keresztül támadó ellenség nagy bizonyos százalékban véletlenszerűen felfogja. Ezért olyan helyzéneket kellett keresnünk, ami teljesen sík, teljesen kopár, és olyat, ahol valamelyest ki vannak építve azok a fedezékrendszerek, amiket a Doberdói fensíkon, az isonzói csatákban, ugye a monarchiának a hadvezetése használt, és így adódott, hogy egy kisebb részét a Kemben vettük föl, a Katonai Emlékparkban, köszönet Görög Istvánnak. A másik részét viszont a Bakony harc kiképző ezred területén, Várpalotán, az úgynevezett 8-as számú őrhelyen vettük föl. Varga Tamás államtitkár volt akkor a HM-be, és az ő segítségével tudtuk ezeket a helyszíneket, azt a helyszínt megkapni. Ott azért nagyon sokat dolgoztunk. Mennyit segített, hogy ott lehettél a helyszíneken, az eredeti helyszíken, a Mont Saint-Michel, Mont Saint-Gabriel, illetve a Doberdó fensíkot is meglátogattátok? Hát ez nagyon sokat segített, hiszen olyan eredeti, olyan helyekre jutottunk el, például, ahol még magyar nem volt, a Mont Saint-Gabrielnek az oldalában van egy a Gesütz, azaz Üteg nevű kaverna, hát teljesen megdöbbentő volt. Tényleg az ember visszatudott lélekben erre az egész helyre menni, és szinte ott, én azt gondolom, hogy ott amíg az emberiség lesz, az mindig ez a hely, ezeket a iszonyatos pokoli ütközeteknek a rezgéseit fogja magából árasztani. És még egy fontos dolog, hogy nagyon nagy szerencsénk volt abban, hogy összehozott a Jóisten Jászdi Balázssal, aki a hagyomány őrzőket instruálta. Na most ezeket a háborús jeleneteket úgy, hogy nem lett volna ott egy szakember, aki nekem csak az volt, megbeszéltük, hogy mit fogunk fölvenni, mi a jelenet, beállítottuk, és azt mondtam a Jászdi Balázsnak, hogy főhadnagy úr, kezdjük a forgatás, és akkor az belefújt a sípjába, és akkor azt mondta, hogy 109 ezek sorakozó, futólépés, állásokat elfoglalni. Ez óriási segítség volt. Ezt nem tudtuk volna máshogy világos. Megcsinálni. Ugye, mint filmkészítő megerősített, hogy amikor elkészül egy forgatás, akkor az még a munkának csak egy bizonyos része. Milyen tapasztalatokat gyűjtöttél az utómunkáról? Hiszen ahhoz, hogy film legyél belőle, ahhoz kell egy nagyon komoly vágóapparátus, és tehát úgy kell összerakni, hogy az valóban hiteles legyen. Hát amikor elkészült a film, akkor ott megint jött a következő, hogy jó, leforgattuk, ott van a óriási mennyiségű nyersanyag, és akkor hogyan tovább? És teljesen véletlenül találkoztam, bár én ismertem a Romhányi Ádámot és a Ternák Ferencet, alias Trusz, és akkor véletlenül találkoztunk, és
Monori Márk volt akkor egyébként nekem a rendező asszisztensem, és ő kezdte el nekik mondani, hogy akkor el kell vállalni ennek a vágását, és akkor csóválták a fejüket, hogy mi ez játék, nagy játék, Jézusom. Na és akkor addig-addig valahogy, amíg a legalább azt mondtam a Ferinek, hogy legalább nézzen bele a nyersanyagokba. És véletlenül megtalált egy jelenetet, és azt már ő elkezdte összerakni, elkezdte színezni, fényelni, és onnantól közben hát vállalta, és végig. A premier is egy kiemelten fontos pillanat, nagyon is jól tudjuk, hogy megérintett minden mozilátogatót, aki egy kicsit is átérzi azt, hogy mi minden történt. Főleg ebben az időszakban, hiszen ebben az évben beszélünk róla, de ez 2016-ban volt. És hát már akkor is a Trianon szele megcsapott bennünket, ha úgy tetszik, és ez egy rendkívül fontos időszak volt. Milyen voltak a bemutatók, a visszajelzések? Hát ugye volt Fehérváron a díszbe mutatta a plázában, és jó néhány helyre el tudtuk vinni ezt a... több száz ember. Tehát az volt a számomra a megdöbbentő, hogy amikor végre lett a filmnek, csönd volt. Néma csönd. És utána egy pár 10-15 másodpercig néma csönd volt a moziteremben, és utána kezdtek el felúcsúdni az emberek, és tapsolni, és nagyon nagy sikere volt, engem nagyon, nagyon meghatott, de például elkerült ez a film Pécsre, ahol a pécsi katonák és a több mint 200 pécsi diák nézte meg ezt a filmet, akiknek ugye közük nincsen Fehérvárhoz, Fehér megyéhez sincs. És számomra az volt a megdöbbentő, hogy a vége a gyerekek fölállva tapsoltak. Senki nem mondta nekik, ott beszéltem az egyik gimnáziumnak az igazgatójával, aki utána jött és gratulált, és kérdeztem tőle, hogy ez szerint hogy volt, tehát mint pedagógus, azt mondja, nem, azt mondja, hogy mondom, ez valaki, ezt megbeszélte velük, nem, azt mondja, higgye el, hogy ez a látottak alapján a gyerekekben, a fiatalokban egy spontán, teljesen spontán reakció volt, hogy megtapsolták. Tehát ez nyilván megerősített a folytatásban, ugyanis mi azért tudjuk, te is én is, hogy egy filmben, mikor kiírják a végére, hogy vége, az soha nem a vége, hanem az egy következő film kezdete. Ez így történt nálad is. Tudtad már, érezted a zsigereidben, hogy ezt folytatni kell? Hát a forgatás alatt még nem, mert akkor annyira bele voltam ebbe a lelkileg, szellemileg zuhanva, hogy én nagyon sokszor azt se tudtam, hogy hol vagyok. Tehát ez egy hosszú időszak volt. Nem azt mondom, hogy nehéz, az kétségtelen nagyon sokszor volt, hogy kimentem a szobából a konyhába, és közben a filmre gondoltam, és majd kijöttem a konyhába, mondom, most miért jöttem ki ide, mit keresek itt, vagy mentem autóval, és én mondom, nem is erre akartam menni. Tehát amikor vége lett a filmnek, akkor kezdett valami megfogalmazódni bennem, hogy hát igen, ugye hazajön az ezred 1918. november 18-án, illetve 17-én érnek haza, a maradéka, az ezred a maradéka, a hazajövetelük is nagyon megdöbbentő egyébként, és akkor fölavatják akkor az Icsidigetben már álló oroszlános szobrot. És utána vége is az ezrednek, magának az ezred, akkor persze már dúl az őszülózás forradalom, akkor utána itt van egy olyan ország, ami azért kivérzett, és akkor hogyan tovább, hogy tudnak visszailleszkedni a úgynevezett a béke életbe, és akkor utána behívják őket, a nagyapámat is, ugye, aki ott volt a Mont San Gabriele ostrománál kapcsolódik be az első világháborúba, és úgy fejezi be, hogy vörös katonának behívják. Oda is menni kellett, és azt is túléli, és eljutnak oda, hogy minden harc, minden véráldozat, mindennek az ellenére egyszer csak ugye megkapják azokat a híreket, hogy 1920. június 4-én valahol valamit aláírnak, aminek következtében szétszakad az ország. Tehát pontosan ezért lett az címe Szétszakítva, amely ugye az 1920. június 4-én
Re is emlékezik bizonyos értelemben. És azonnal elkezdted a forgatókönyvet írni, ami elkészült, és elkezdett a forgatás is. Elkezdődött. Hol tartotok most? Hát én azt gondolom, hogy a felénél tartunk. Problémáink vannak továbbra is, anyagi problémáink vannak. Bízom abban, hogy ez meg fog oldódni, de maga természetesen a forgatás az múlt hét szerdán lett volna többek között egy forgatásnapunk, de kedden délután a producerrel, Juhán Sándorral beszéltünk, és úgy döntöttük, hogy azt már nem fogjuk megtartani. De hát hát Zsiga, én azt kívánom, hogy tudjátok folytatni, hát a pandémia nincs tekintettel rátok, ránk, senkire sem. Én azt gondolom, hogy az előző film tapasztalatai alapján nagyon várjuk, és bizakodó vagyok. Én bízom benne, hogy te is. Igen, én is az vagyok, az kell, hogy legyek, és én abban hiszek, hogy a Jóisten meg fog segíteni minket, és ez a film, ez oda fog kerülni, ez is ahova kell, és kérem, hogy a Jóisten vigyázzon mindenkire. Én pedig köszönöm, hogy megtiszteltél, és még egyszer gratulálok, mert én azt gondolom, hogy ez elengedhetetlen ahhoz, hogy ismerjük a történelmünket, a múltunkat. És ez egy jó út, amit te választottál a munkatársaiddal, a kollégáiddal. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Csak még egyszer előre filmről beszélgettünk, amely bekerült a Fejér megyei értéktárba. Jogosan. Köszönöm figyelmüket, és ha tehetik, nézzék meg ezt a filmet.